Sokkal akkor azt mondta, hogy bíz bennem, a győző jól fog dolgozni, és az életét mentjük meg azzal, hogy, hogy amikor kijön egy ilyen reabról, nem a vákumba van, hanem hogy rögtön feladata lesz, és le fogja foglalni magát. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket. Pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Tartson velünk! A mai adásban Herendi Gáborral beszélgetünk, akinek bő egy hónapja került a mozikba Toxikóma című filmje. Ennek több különlegessége is van, de talán a legszokatlanabb az, hogy létező és ismert emberek konfliktusokkal teli történetét dolgozza fel, akik maguk is aktívan segítették a film elkészültét. Én Vidovszki Áron vagyok, a Concord Treasury és lakossági vezetője. Szavaz Gábor! Szia! Gábor, gratulálok a filmhez. Egyet biztosan állíthatok, nekem és az ismerőseimnek nagyon tetszett, és tudom, hogy ez statisztikailag nem egy reprezentatív minta, és ezért érdekel az, hogy azon túl, hogy a film nagyon jó, sikeres is, szeretik az emberek? Vagy ahogy Amerikában szokták kérdezni, jól teljesít a box office-oknál? <haz> <haz> Minden várakozásomat felülmúlta, ezt merem mondani azzal együtt, hogy a, a, a mozi az olyan 30 on ketyeg, ahhoz képest, hogy mi volt a Covid előtt, már 75 ezer nézőnk van, és a, a forgalmazó írt egy bocsánatkérő levelet nekem, amit nagyon élvezem, hogy, hogy mert volt egy nagy vitánk, és akkor ő azt mondta, hogy Gábor, hidd el, ez nem a valami Amerika, ez hogyha 20 ezer nézőt csinál egy ilyen dráma, az, az, egy, az, egy, az a csoda most ahhoz képest 75 ezernél tartunk, és akkor írt egy levelet, hogy hát elnézést kér, ő is nagyon mellé lőtt ezzel a számmal. Nekem titkon különben ilyesmi volt a fejembe, és, 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 nagyon örülök neki, mert, mert szemmel láthatóak tényleg nagyon tetszik az embereknek, talán nekem ilyen filmem nem is volt, hogy, hogy, hogy nem jött negatív visszajelzés és hogy a fiatalok nagyon szeretik, nekem ez a legjobb, leg, vagy legszebb hozadéka ennek a dolognak, hogy, hogy, a, hogy nem, nem azzal a célzattal csináltuk ezt a filmet, hogy csináljunk egy drogellenes filmet, és nagyon érdekesen mégis betölt egy ilyen fajta funkciót, és nagyon sok vidéki városba megyünk ö, találkozókra, ahol mindig vannak pedagógusok, és az az első, hogy azt mondják, hogy Úristen, én nekem el kell vinnem az osztályomat, és megmutatni nekik, mert ez nekik lenne a legfontosabb ez a film. Ez nagyon érdekes, amit mesél, mert nálunk is úgy volt a családban, hogy a bemutató napján, én nem tudtam róla, a nyolcadikos kisfiam az osztálytársaival, tehát itt 14 éves gyerekekről beszélünk, úgy vettek jegyet erre, és elmentek, megnézték, és utána áradozott az egész filmről, és hogy ezt ők mondták azt nyolcadikosok, hogy ezt be kéne mutatni a tizenéveseknek, de úgy tűnik, hogy akkor ezt nem csak ők gondolták így, hanem sokan látták. Igen, az, az a baj, hogy, hogy van egy 18 karikás jelzés ezen a filmen, amit én nagyon-nagyon sajnálok. Sajnos ezt kaptuk valószínűleg azért, mert maga a drog téma az, az valahogy rögtön a 18-as karika felé billenti a bizottságot, és, és ez egy nagyon nagy butaság, ez egy idejét múlt dolog. Tehát ma a droga Simán találkoznak a 14 éves fiatalok, és, és a tanárok is ezt mondták, és az a baj, hogy hivatalosan elvinni egy osztályt, akik még nem 18, nem töltötték be a 18. életévüket, nem tudják, és szerencsére nagyon okosak és raffináltak a pedagógusok, és valamelyikük például írt egy ilyen forma nyomtatványt, és a szülőkkel aláírta, hogy ő megnézheti a vagy elviheti az osztás, és megnézhetik. Úgyhogy én, én csak a, ezeket a, a, jó kezdeményezéseket szorgalmazom, mert, mert én is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok fiatalnak látni kell. Igen, hát itt az ő esetében meg az volt, hogy egész egyszerűen szerintem elég pragmatikusok maguk a mozik, és azt látják, hogy a jön hat Hát igen, át, nem nem, nem beengedik őket, őket szóval hát, nincs főleg, a a igen. És mennyire volt az neked különleges, hogy valódi emberek történetét filmesítetted meg, amit itt a felkomba is elmondtam, ami nekem ilyen nagyon különlegesnek tűnt, és hogy ők részt vettek ebben, meg mennyire vonódtak be. Igen, itt. igen. Hát igazából ugye a legnagyobb tisztelt az, az győzőt, övezi, mert, mert hogy hogy, 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 beleállt ebbe a dologba. Már a regény is szerintem ugye az ő általa írt Toxicoma című regény alapján készült ez a film. Már, már az is komoly bevállalás volt, és szerintem különben, de azért ő is ezt vallja, egy kicsit része volt az ő gyógyulásának. A jól tudom, Csernus szorgalmazta, hogy írja ki magából ezt, a, ezt az egész történetet. És akkor szerintem ez egy nagyon szimpatikus dolog, hogy ő ezt vállalta, és úgy ére, és miután a könyv az siker volt, ö, neki nagy, nagy ö, vágya volt, hogy le, készüljön ebből egy film is, és valószínűleg lehet, hogy ez a, ez a pont az íre, és ö, szerintem, szerintem ez, egy, ez, egy, ez egy komoly dolog volt tőle. Csernus, azt az tudnotok kell, az nagyon érdekes volt, hogy, hogy mi úgy kaptunk pénzt, a film alaptól erre a filmre, hogyha mind a két élő szereplő aláírja a forgatókönyvet, mert hogy nehogy utólag esetleg valamilyen jogi probléma legyen, hogy nem tetszik nekik, vagy nem tudom, tehát hogy, hogy nagyon határozottan mindkettőnek el kellett olvasni, és aláírni a forgatókönyvet. Győzővel nem volt probléma, mert ő sokkal intenzívebben velünk volt, tehát a fejlesztés, a forgatókönyv fejlesztés időszakában is többször elolvasta a hozzászólt véleményezte tehát hogy vele könnyű dolgunk volt, a nehezebb dolgunk Csernusa volt, aki nem nagyon akart ő ebben részt venni, úgy ránk csináljuk, nagyon messze él vidékem, vidéken, és, és, amikor ott tartottunk, hogy na úgy éreztük, hogy kész van a forgatókönyv, akkor én elküldtem neki, hogy, hogy hát tegye meg, hogy olvassa el, és ha problémája van, akkor jelezze, ha, ha, esetleg így szereti, akkor írja alá, mert hogy ez, ez, ez fontos része a megállapodásunknak, és akkor ő visszaküldte postafordultával, hogy figyelj, Gábor, én nem olvasom el, azt csináltok, amit akartok, húsz évvel ezelőtt te bíztál bennem, most én bízok benned. Ja, igen. Mert az és ennek van, van egy hat, igen, háttér igen, ugye, hogy akkor, amikor a amikor a, a, ez az egész rehabilitáció megtörtént, az pont a valami Amerika forgatása előtt volt, sőt, hát igazából a valami Amerika indukálta, hogy a, hogy a győző bemenjen a rehabra. Mert hogy ő ezt három éve halogatta, a színháza emiatt nagyon mérges volt rá, és annyira meg akarta csinálni a valami Amerikát, hogy amikor ugye én kikértem a színházból, akkor azt mondták, hogy csak akkor mehet a győző forgatni, hogyha ő bevonul a rehabra. Én akkor szembesültem ezzel az egész dolga. tehát én nem tudtam, hogy ő heroinista. A vicc az, hogy a heroinistákon nem lehet látni. Tehát hogyha nincs éppen elvonási tünete, akkor ő tök tökéletesen funkcionál. A győzőnek volt pénze, ő mindig tudta pótolni a megfelelő mennyiségű heroin, Úgyhogy ez nem volt gond. és akkor csak az gyorsan befejezve, hogy akkor ugye én fölhívtam a Csernóst, hogy, 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 én ezt bevállhatom, ezt a rizikót, hogy a győző bemegy egy ilyen gyors talpaló rehabilitációra, mert ez egy egy-másfél hónapos dolog volt, és gyakorlatilag ahogy kijött, mi elkezdtünk vele forgatni, hogy ez, ez, ez nem óriási rizikó. mert egyik nap azt mondja, hogy most nincs jól, vagy nincs kedve forgatni, ott kész. Hát ez a dominó szerven borul minden, óriási pénzeket bukok el. És akkor a most azt mondta, hogy bíz bennem, a győző jól fog dolgozni, és az életét mentjük meg azzal, hogy, hogy amikor kijön egy ilyen reabról, nem a vákumba van, hanem hogy rögtön feladata lesz, és le fogja foglalni magát. És akkor én ezt elhittem neki, és erre mondta az, hogy 20 éve ezelőtt te bíztál bennem, most én bízok benned. Azt valahol hallottam egyébként a, a valami Amerika forgatásánál, valahol nyilatkoztad, hogy egy szereplőbe voltál biztos, a, az, a győző. az a győző volt. Igen. És hogy ott már nagyon nehezen tudtad, tehát hogy még zajlottak hát. zajlott a casting a többi szerepre, és hogy viszont a győzőt nagyon szerettem. Igen, volna. igen, a győzőt ismertem, már úgy láttam színházban, meg kisfilmekben, és, és, nagyon, nagyon ő volt nekem a, az Ákos megformálója, és ilyenkor már a, aki írja a forgatókönyvet, sajnos az ő hangján hallja a mondatot. Igen. Hát és abban a Igen. pillanatban, hogy ez kiderült, különben én rögtön elkezdtem castingolni, hogy mi van, hogyha baj van, akkor lehet, hogy le kell csinálni a győzőt, és egyszerűen annyira zavart, hogy mindenki tök máshogy mondja, mint ahogy én azt úgy elképzeltem a győzővel, hogy, hogy ez is egy kicsit a, a felé pöckölt engem, hogy, hogy hát próbáljuk meg a győzővel megcsinálni ezt. És most vissza a toxikomára, ami hmm. elképesztően megfogott, az az, hogy ebben a filmben mennyire jól sikerült a casting. Tehát, hogy annyira jól raktátok össze az összes szereplőt. Hát hogy... én azt hiszem, hogy egy ilyen típusú filmnek ez a lényege. Egy tehát azért ez egy ilyen, most ezt nem tudom, hogy magyarul hogy mondják, egy ilyen karakter-driven film, tehát hogy azon áll vagy bukik, hogy a szereplők hogy játszák el? Tehát ők viszik a vállukon. Tehát ez a két főszereplő vitte a vállán el ezt a filmet. Hogyha ők nem lettek volna jók, akkor nem jó a film. Igen. Tehát én, én azt tudtam, hogy ha vagy megtalálom a tökéletes szereplőket ezekre a szerepekre, és tényleg én is azt gondolom, nagyon ritkán van ez az érzésem, hogy senkit le nem cserélnék. Tehát a pszichiátriai csoport minden egyes tagját imádom a, a töröki és orsi, aki ugye a, a, az Éva szerepében van. Szóval, hogy hogy, 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 szerintem is nagyon jó, most nem akarom magamat nem de el, de, de, el, nagyon, nagyon, nagyon de, hogy nagyon, nagyon, fantasztikus ott... alakítások vannak. Hogy én mindenkit meg kellett kasztingolni, vagy itt is volt olyan, aki tudtál, hogy arra szeretnél. Nem, Mondjuk nem. volna, áron tudtad, hogy őt szeretnéd, vagy őt? Nem, is nem? nem, az, az a áront a győző nagyon szerette volna, ők nagyon, tényleg nagyon jó barátok, és akkor a győző hívta föl rá a figyelmemet hogy meg ezt a srácot, ez pont olyan, mint 20 évvel ezelőtt én voltam. És itt tényleg az nagyon fontos volt, hogy egy olyan habitusú, karakterű, ezt a szangvinikus, rombanékony, teleenergiával típusú palit megtaláljuk, ugye húsz évvel fiatalabban, mint ami most a győző és ő mondta, hogy nézzem meg az Áront, és az érdekessége az volt, hogy, hogy nem volt jó a castingon az Áron. Hogy, hogy ő is zavarba. volt. A casting az egy nagyon nehéz szituáció, nem minden színész szereti, még én se szeretem, mint rendező. Ugye egy szürke fal előtt eszköztelenül, nem beöltözve, tehát nagyon nehéz a karaktert úgy megformálni, de, de hát mégiscsak valamire szolgál valamire a casting, tehát hogy azért az egy nagyon jó iránymutató. De, de hogy, hogy a, a győző is nagyon hitt az áronba, és, és nem találtam tényleg az áron közelébe se valakit, aki hasonlóan jó lett volna, ezért úgy többször visszaívtam, és akkor gyakorlatilag ott, ott nyugodtam meg, amikor összeresztettem őt a, a bányai kelemen Barnával, aki Csernust játsza, Igen. akit különben a katona József színházba szúrtam ki, és, és aztán kettejük között oly, Annyira izzott a levegő már a Castingon is, hogy éreztem, hogy ez nagyon jó. Ugye Ennek a filmnek az a lényege, hogy két nagyon egyforma erejű habitus, nem habitus, csak na nagyon egyforma power legyen a két Igen, emberben, hogy, hogy valódi ellenfelek tudjanak lenni a bányai elemben barnában még az is érdekes volt, nem mint hogy ennek akkor jelentőség lett volna Molnár Áron, hogy ő még tényleg úgy hasonlít is, úgy lett megcsinálva. Hát az, az, tényleg csak a habatortán hát haba volt, mert, igen. mert az, az, egyértelmű volt, hogy, hogy, ez nem Amerika, ahol akkora merítés, hogy egy Queen ez. együttest össze lehet rakni, úgyhogy hogy mindenki tökéletes Négyszer, hasonlása a, a, az eredeti figuráknak. Tehát azt én elengedtem, hogy én találjak olyat, aki hasonlít a győzőre, vagy hasonlít a csernusra. Tényleg a bányai Kelmen barna véletlenül, a, igazából a haja az, az nagyon hasonlít a Csánósra. Karaktert is nagyon levette, csak szemben igen, beszél. Igen, igen. Szebben igen. ejti a szavakat. Hát ők nagyon sokat, tehát direkt összehoztuk őket, és bár mindkét színésznek mondtam, hogy nem feladat utánozni, mert féltem, hogy hogy akkor nem fog szívből jönni, hanem akkor azon agyalnak, hogy ezeket az attribútumokat le, leszedjék az eredeti karaktert. Tehát én azt nagyon kértem mindkettőjüket, hogy hogy persze beszégesek, azért nagyon jellegzetes beszéd, tónusa, stílusa van a, a, a Csánusnak, tehát hogy, hogy, azért ezeket nagyon jól leszették, tehát mind a kettő nagyon jól hozza azokat az attribútumokat, de nem, nem nyomja el a színészi játékot, és ez fontos volt. És a, visszatérve a forgatókönyvre, ott az a te meg a forgatókönyvírók, a, a magában a Toxikom az eredeti könyvből, az hogy derült ki, hogy, hogy melyik rész, mikor dölt el, hogy ti mit választottak ki? Mert a, a könyv az egy hosszabb idő dolgozik, ez, től, ez igaz. egy része. Ez gyakorlatilag nagyon profán oka, ez akkor dölt el, amikor kiderült, hogy mennyi pénzt tudunk kapni. Ja, értem. És ez egy, ez egy low budget film volt, uh -huh. és, és el kellett ha, döntenünk, vagy határozunk, hogy ebből a pénzből Reménytelen meg, megfilmesíteni a könyvet, mert ott azért olyan komoly kalandok, annyi helyszín van benne, hogy az, az arra nincs lehetőségünk. És akkor mi úgy döntöttünk a forgatókönyvírókkal, hogy minket ez érdekel a legjobban, hogy, hogy ez az emberi része, és amikor már ő benn van a, a, a pszichiátrián, hogy ez a két egó hogy, hogy esik egymásnak, hogy ez egy olyan érdekes dolog lehet, és akkor végülis csak ezt, ezt a részt választottuk ki. És az az eleje, amíg odáig eljut a győző, hogy hogy kerül be a pszichiátra, azért arra azt mondom, hogy csak úgy föl van festve vázlatosan. Uh -huh. De hát azért meg van mutatva, tehát hogy miért jut le, el odáig, hogy akkor bemegy, és oké, okay, akkor vállalom ennek a terheit, azért az, az, az ott föl van rajzolva. És akkor gondolom, hogy bizonyos elemek is fiktívek, tehát talán van benne éreztem, a, hogy... A, hát van benne fiktív a... elem, a. Pont a nővér, szerel, a nővér szerelmi szerel, szerel, szerel. az, az fiktív. Ez, ez, ennek dramaturgiai oka van, ezt a típusú filmet úgy hívják, hogy buddy film, amikor két, két egyenlő ego összecsap, és Aha. és ezek akkor működnek jó dramaturgiák, hogyha mind a kettő tanul valamit a másiktól. És akkor ugye a, a csernós győző relációban az egyértelmű volt, ugye a győző megtanulja, hogy komolyan kell venni ezt a dolgot, és végül is bejárja a maga útját, de lejön a, a szerről. És kellett a Csernusnak is valamit adnunk, hogy a, amit ő tanul meg a győzőtől. És ez valóban egy kitalált dolog, hogy ugye ez a nővér, aki egy régi betege volt, és egy ilyen kimondatlan szerelem van közöttük, és hogy hogy a, a meg meg tanulja azt a győzőtől, hogy igenis fel kell vállalni az érzelmeket, ki kell mondani, mert hát ugye a mi filmünkben nem akarom spoilerezni, de ott azért egyfajta tragédiához vezet ez a kimondatlansága a dolognak. És uh, Csernus Imrének tetszett ez a szál, hogy ezt így beleírtátok, vagy ez a fotók, Nem hogy mondta így... azt, hogy nem tetszik. Tehát, hogy így... Igazából ugye a Csernus akkor szembesült ezzel az egésszel, amikor kész lett a film. Aha és akkor mi megmutattuk neki, én nagyon izgultam, hogy fog szólni hozzá, de, de tetszett neki, és azt mondta, hogy ez egy tök jó film, de tud, tudja, hogy ez egy film. Hm. Jó, mert, mert ugye az ilyen különböző ilyen kis rövid reklámanyagokban úgy tűnik, és nekem is úgy tűnt, hogy a Csernus Imrés ugyanannyira vesz részt a filmkészítésben, mint a Győző, de ezek szerint ez nem igaz. Hát győző nem. aktívan ott volt. A Győző aktívan a ott a volt. Csernus doktor pedig a rátok bízta, magyarán mondtam. Hát de azért, nem, az azért jó, nem, az nem teljesen igaz, mert az elején nagyon sokat beszélgettünk a, az Imrével, Csernus Aha. Dokival, tehát azért nagyon kikérdeztük Győzőről, a pszichiátriáról, tehát az, hogy ő soha nem vett fehér köppenyt, hogy tehát ilyen nagyon, nagyon sok mindent meg kellett tudni rólunk, azért meg Próbáltuk amennyire lehet hitelessé tenni, hogy hogy nézett ki az irodája menten. Tehát ez az elején azért ő nagyon részt vett, csak aztán úgy békén hagytuk, mert, mert nehéz volt ez, hogy ő nagyon messze volt, meg, meg nem láttuk rajta, hogy ő tényleg így bízik bennünk, csináljuk, ahogy jónak látjuk. Tehát amit lehetett, azt, azt agy De a győző, győző segítsége az azért volt nagyon fontos, mert mert az áront meg kellett tanítani ezekre a fogásokra, a belövés, hogy az hogy megy, az egy rád bonyolult dolog. Igen, ugye az, az az látszik, annyi, Annyira unalmas, hogy ott fel is pörgettük a vágást az elején, hogy annyi mindent kell csinálni. Kikészíteni, összerakni, igen, igen, elkötni. Hogy, hogy igen, akkor ilyen, izé, mi ez a citrompotlót, azkor vinsavat kell tenni. Akkor ugye ilyen a fűszülőnek a vatták, Vattáján, ezt szívja igen. föl, hogy ne, ne kerüljön bele ilyen izé, darabosztus. Szóval ilyen bonyi az egész. És, és ezt, ezt, nagyon jó rutinnal kellett csinálni az Áronnak, hogy ugye ne bukjunk le, hanem hogy érezzük, hogy a győző tíz éven át volt heroinista. Tíz éven? Azt igen. nem tudtam. Igen, és, 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 ezt, tehát hogy ő ebben nagyon profi volt, és ezt mindenképpen jelezni akartuk. Képzeld el, Gábor, mi történt ma? Ugye készültem erre a beszélgetésre, és elmentem reggel futni, és nyilván ez hogy egy kicsit a gondolatomat rendezem a maival kapcsolatban, és egy futottam reggel, és azon gondolkodtam, hogy hogy mennyire jó ez a film, hogy tulajdonképpen a benne levő két főszereplővel, ha valaki akar vagy szeretne egyébként, tud találkozni, és hogy mennyire jó lenne, hogyha én is beszélgethetnék velük, mert sem győzőt, sem csernusimet mert nem ismerem személyesen. És ezért gondolkodtam, és különösen egyébként Szabó Győzőn gondolkodtam. Már nem csak a szerepen, hanem úgy rajta, hogy úgy az egészet, hogy ezt miért vállalta, meg megírta a könyvet, meg a... És futok, 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 és ahogy így, így, fél óránál tartottam, egyszer csak látok ott az utcában, ahol közelebb lakunk, be, parkolt be egy autó, és nem hiszed el, nézem, nézem, a rá voltam fókuszálva, nézem, Szabó Győző ott állt be. <laughs> És, és, nem mondtam erre biztos, ezzel elfutottam az autó mellett, de én néztem hátra, és látom, hogy kiszáll az autóból Szabó Győző. Hát mondom, ez, ez, ilyen nincs, hiszen rajta gondolkodtam hogy az világ, egész beszélgetésre. És oda rohantam hozzá, 3 4 <coughs> volt, mondom neki, hogy művész úr, művész úr, Nézzetlen. mondom, elnézést, mondom, e, bocsánat, tehát bemutatok hogy a Concord podcastot csinálunk, és egy pont ma fogok beszélni Herendi Gáborral a toxikomáról. És hogy így nézett, és mondom, hogy egy kérdésem van, de hát nem volt ma oxigén a fejemben, tehát ja. szerintem teljesen hülyének nézhetett. Mondom, mondom mit, mit üzen nekem? Mit üzen? Vagy mi, mi az üzenet? És azt mondta, hát nem tudok semmit különösebben mondani, de azt mondja, hát beszélgessetek egy jót. Szabadon, tisztán. <laughs> és akkor így mondta, ú, nagyon jó, nagyon jó, és, és akkor még ott beszélgettünk egy picit, hogy mondta neki, ú, ezért ennek nagyon kicsi az esélye, nem? És azt mondja, hát ennek tényleg nagyon kicsi. És akkor mondta, hogy, hogy tök jó, akkor sok sikert, és hogy egyébként uh -huh. ő is beszélne, de hogy ez annyira elképesztő, hogy abból, hogy én futok, meg valaki kisza három másodpercet, akit soha nem, és tudtam, hogy valahol ott lakik, de én nem tudtam, hogy hol. Uh -huh. és hogy ott összevevek, akkor úgy éreztem, hogy ez volt az a jel, amikor azt mondtam, hogy, hogy, hogy ez nagyon, nem tudom, valahogy adott egy ilyen pluszt erre az egészre. Mert ja, hát, azért ennek nagyon, nagyon pici az esély, úgyhogy majd, majd főhívom őt is, hogy akkor, ha ő is szélesen beszélgetne, hogy az, ő, az ő nézőpontjából ja. az egészet. Na mindegyszer, szóval csak ezt el akartam mondani. De most vissza a filmhez. Mi a terv, hogy ezt viszitek külföldre is, vagy ez a forgalmazó dolga, vagy megáll ez külföldön, mert én úgy érzem, hogy megáll, de hát nyilván ö, volt én nem már hozzá. Volt már külföldiek előtt vetítve, akik ugye ezt a fajta háttértörténetét nem tudják, és, és ö, a premierre itt, 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 forgató amerikai filmesek jöttek el, és ugye ők nekik nem mond semmit a Szabó Győző vagy a Csernus neve, és nagyon tetszett nekik. És nekem ez egy jó visszajelzés, mert ezt én sem tudtam, hogy megáll-e a lábán ez a sztori, anélkül, hogy, hogy tudnánk, -e, hogy kik, a, kik a, azok, akikről szól a film. <coughs> és kiderült, hogy ez működik. Innentől kezdve ugye ez a filmintézetnek van egy ilyen sales csapata, akik a filmet árulják különböző filmpiacokon. És hát remélem, hogy, 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 hogy sikerül több helyre eladni. Nem, nem könnyű magyar filmet eladni, az az igazság. Tehát ez egy komoly feladat. É, és azon kívül, hogy a forgalmaz ezen ügyködik, ezt kihatározza hogy milyen versenyeken indítjátok, vagy indítják. Hogy milyen, az egy másik, csak. Milyen fesztiválok igen, van. Az egy másik. Na csapat, öh, hát igen, igazából különben úgy a, a, az eladásokba az A-kategóriás filmfesztiválok segítenek, ami, ami azért abból kevés van. De rengeteg ilyen kisebb fesztivál van, egy-két fesztiválra eljutott, hát még ez most éli igazából a, a, az életét, mert hogy most lett bemutatva. Igen, szeptember kettő volt az hiszem, ugye? Igen, igen, igen. Tehát, hogy még, még, még biztos elmegy egy-két. Mi számít, egy számít A-kategóriás fesztiválnak? Nyilván kettőt tudok magamtól is, de hogy? Hát Cannes, Berlin, Velence, a Kelet-Európában a Carlo Vivari, uh -huh. és még a, a Toronto, meg Sundance. Sundance. Ennyi, az, az az a, az ilyen, ez ilyen, ilyen Sundance-nek úgy oda el tudom képzelni. Vagy ott akkor a, a felhozattal, hogy ott az, ez, az így, úgy, úgy hogy ez hogy egy más egy világ. Ez, Sundance ez egy nagyon más, nem, nem a Sundance, a fesztiválok az egy nagyon más világ, és én ezt szívesen elmondom neked, hogy hogy nehéz, hogy milyen nehéz ez a filmek, amiben fesztiválom, ezt így elemeztük azzal. A... Engem nagyon érdekel. Igen? Na, Elmondom, <laughs> hogy az el, hogy elképesztő mennyiségű film beneveződik egy ilyen fesztiválra, és van egy bizottság, akinek meg kell nézni ezer filmet körülbelül. Na most ezt úgy nézik, mert szemtanúja voltam egy ilyennek, hogy beteszi, akkor még kazettás időszak volt, betette a kazettát a Magnóba, elindul a film, és az első három percet megnézi, és ha, ha érdekli, és úgy érzi, hogy odavaló a film, akkor tovább nézi, ha nem, akkor kidobja, és jön a következő. Na most ez a film, és ennek ez a pehje, és ez egy külön tudomány, és most tényleg ne rögédekeződjön, hogy ez egy külön tudomány, hogy hogy kell egy filmet megcsinálni, hogy, hogy fesztiválon sikeres legyen. Amihez én nem értek, és, ez a, és nem is ez volt a cél, de ennek az eleje, ennek a filmnek nagyon komerciális. Tehát ilyen. ilyen attól kezdődik a Attól, igen, jelenet, a, a, a belövés, a koncert. Koncert jelenet az első a, jelenet. Ahogy a híd megtekeredik. megtekeredik igen. Ez egy ugye komerciális, tehát hogy nagyon közönségfilm az eleje. Igazából, ahol azt gondolom, hogy művészi értékeket képvisel és esetleg egy fesztivál felvenni a műsára, az ott a 15. percben. Kezdődik, amikor bekerül a pszichiátriára. Nem jutnak el addig, nem a, jutnak el a, addig. a bizottságok, aha. tehát hogy nem tudom bebizonyítani, hogy ez egy értékes film, aha. és ezért nem aha. nagyon tud eljutni fesztiválokra. Tehát máshol szippantja be a nézőt, ott az első három percben. Így van. Ez is így teljesen egyértelműen. Van. És egy, tényleg és egy ilyen mondta, fesztivál aha. filmet megnézel, akkor az első három percből tényleg lehet látni, hogy ez egy olyan típusú film, ami... Tehát ah. magyarán mondva, ha fesztiválra akarsz Optimalizálni akkor ezt fejben kell tartani, hogy a zsűrik, akiket nyilván valami igen, egész nem, más hogy gondolat vezérel, hogy azok, azok azoknak, azoknak tetszen. nem. Ez nekik egy nagyon belső dolog, dolog, de ez egy ilyen elég belterjes dolog, tehát hogy a tehát azok, akik fesztiválnak dolgoznak, és annak is van egy sármja, azok, azok azért úgy tudják. Például azt is lehet tudni, hogy, hogy Berlin a, 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 a szociódrámákat szereti. Igen. A Cannes a, nagyon a kísérleti filmeket szereti. Tehát, hogy még, még az is be van egy kicsit lőve, hogy ki, a, ki milyen típusú filmet szeret. Most azon gondolkodom, és nem jut eszembe, hogy a Saul Fiat, mert ugye az ilyen fesztiválokon jól ment, nyilván tudjuk, Persze. hogy az, az melyik, mivel kezdődött? az nem emlékszem, ha megnézem. hát most ez. Majd megnézem. Mondani, majd megnézem, hogy az hogyan kezdődött. hát nagyon érdekes ez a, az az egész. az nagyon érdekes volt, és ugye ezt is a külföldiek kevésbé érthetik hogy ez, Azon kívül, hogy nem ismerik Csernust, meg nem ismerik Szabó győzőt, hogy van ugye visszautalás a valami Amerikára is, amikor a forgatókönyvet ott megkapja. Hát, Pici van. De mondjuk az ilyen. Hát nagy jelentősége nem. nincs, az uh, még uh, ugye nagyon, nagyon komoly vita volt abból, ugye ez tényleg pont a valami Amerika e -e forgatása előtt volt. És a győző tényleg ott a kórházban tanulta a a, a szövegét. Tehát, hogy azért van a igen, ez az ez a könyv. Is, igen. Én meg ilyen lehet, hogy kicsit szemérmességből ezeket nagyon írtottam a forgatókönyvön, mert nem akartam, hogy, ne, hogy azt higgyék, így is azt hiszik egy pár, hogy ez az én saját promóm, de nem, nem, szó nincs róla, tehát valóban így történt. És akkor volt egy terv, hogy a film úgy végződjön, hogy, hogy megmutatjuk, hogy forgatja valami Amerikát. De azt, má, De azt, azt nem, már én azt már nem, nem akartam. akartam igen, igen. Mert azt nem igen, tényleg úgy érezted, hogy sokat, hogy az, sok, az neked is. Igen. De hát valaki azt mondta, hogy. Hogy, szóval hogy én azt gondoltam, hogy ezt úgy mindenki tudja, de hát nem, nem azért az emberek nem tudják, hogy ez mikor zajlott. Nem történt, tehát, hogy, hogy lehet, hogy egy picit időben jobban elhelyezte volna, hogy elkezdi forgatni valami akár, de én ezt nem nem akartam. És ott bejött a valami amerikás kis asszociáció, nyilván nekem is eszembe jutott a Valami Amerika, hogy az, az mennyire egy jó film volt. Egyébként szerintem tipikusan az az a film, ezt nem tudom, hogy te ezt, ezt ti is érzek, de így a átlag nézőnek mindig vannak olyan külföldi filmek, meg egy-egy magyar is, amit úgy évente, két évente megnéz, <laughs> mint mondjuk igazából a szerelem, azt Na. mindenki megnézi két évente. És a magyar filmek közül szerintem a valami Amerika is ilyen, amit úgy két évente szeret az ember megnézni. És, és, és ugye abban van az a szál, hogy ők megszeretnék, a szereplő testvér trió megszeretné csinálni, a Bűnös Város című filmet, és hát most azt hallottam, hogy ezt végül elkészül. Hogy erről mit, vagy mit lehet, Erről mit lehet mondani, hogy meg hát, mi azzal a cél, ha ez igaz? Hát egy kicsit hobbiból, most éppen úgy kifogytam a feladatokból, és, és ez olyan régóta, régóta tervem is, meg, meg, meg nagyon, sok, nagyon sok levelet kaptam, hogy miért nem csináljuk meg. Ugye ez a filmben, egy film a filmbe, és ez egy ilyen nagyon-nagyon lilaköt művészfilm, amit ugye a főszereplő csinál, és óriásit bukik vele. És, és én azt éreztem, hogy ebben nagyon sok humor lehetőség van. És egy picit persze ilyen. Így, így, így írtok ti alapon, így filmeztek ti, tehát hogy sok művészfilmes attribútummal készül, be, bevallom már le van forgatva a film, és össze is vágva, ez egy félórás film. Félórás. Aha. És, és ennek a, a terjesztése az egy picit ilyen újfajta, vagy nem tudom, ezt most így kipróbálom, ki hogy a Bűnös Város Website, ami perceken belül működőképes lesz, ott lehet majd megnézni, be lesz hirdetve, és jegyet kell venni rá, és úgy lehet Igen, értem. Mert nagyon jó, hogy elmondtad, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy nyilván ez moziban nem mehet, youtube on nyilván snasz, de hát az accent akkor Hát annál azért komolyabb, igen. Tehát, hogy ez, igen, ez, egy rendes játékfilm, csak 30 perc. Így van, így van. Jó, és akkor azt még el lehet mondani, hogy ez mikortól nézzük, vagy mikor lesz ez látható, vagy ez még ö... ilyen utómunka, vagy nem tudom, ilyesmi. Hát én, én, nagyon szeretném, most mi van, októna, egy olyan két, két hét múlva Két hét múlva, tehát mire, vele. akkor mire ez kb. műsorba kerül, akkor ahhoz képest egy héten belül. Igen. Meg tudjuk nézni a bűnös várost. Hát szerintem ez nagyon sok embert érdekelni fog, mert a, valami nagyon komoly <laughs> rajongó tábora van. Igen. És, és na, annyit mondtatok, hogy nagyon vicces lett. <laughs> nagyon. Tehát a Toxicoma az egy az egy komoly és nagyon hát jó, jó egy, film, az egy, az de van. ez egy, meg egy kifejezetten vicces. Ú, uh, nagyon jó. Az Igen. nagyon fontos, ez mert, mert azért nevetni, nevetni azt kell azért. Ja, és szerintem Magyarországon olyan kevesen tudnak vicces filmeket csinálni, amin úgy igazán jót lehet nevetni, Mi mondjuk én speciális vagyok az amerikai filmek közül is ezt a viszonylag egyszerű humort képviselő filmeket én amúgy nagyon kedvelem. És arról beszéltünk az előbb, hogy, hogy mennyire nehéz Európába egy magyar filmnek sikeres lennie, és Amerikában, Amerikában van esélye valakinek Magyarországról vagy magyar filmmel bejutni, vagy magyar színészeknek mi az esély Amerikában? Tehát hogy, mert néha annyira, annyira szeretné mindenki, hogy oda kiussunk, és akkor ott is legyen siker. Hát nagyon nehéz. Mert ne, úgy éreztem ne, többször, az... hogy te közel állsz hozzá. Nem, azt hiszem, közel sose álltam hozzá, megpróbáltam én is, tehát hogy voltam kín is, és és még azt is mondom, hogy mindent megtettem, hogy hát ha oda lehet férközni, nagyon nehéz. A, ma már sokkal okosabban csinálnám. Ö, a, a, szerintem az, az, egyetlen lehetőség, ahogy a nemes jeles László meg, a, meg a, az Antal Nimród végül is valamilyen szinten oda került, bár a Laci még nem csinált amerikai filmet, de a Nimród azért csinált. Hogy, hogy van egy olyan fesztiválfilmed, tehát ami azért inkább művészfilm kategória, és a fesztiválon díjat nyer, ott, ott lecsapnak az amerikai ügynökök azokra az európai rendezőkre, akik egy kicsit ilyen új, mondjuk az amerikai rendezőkhöz képest új szemlélettel, új látásmóddal bírnak, és aztán ennek is csak töredéke az, aki befut Amerikába, tehát mondjuk úgy, ahogy én szerettem volna, hogy én vígjátékokkal a hátam mögött, amit vigyáték rendezőnek egyáltalán nem kérnek föl külföldit, mert hogy azt vallják, tök igazuk van, hogy a, a humornak nagyon sok rétege van, és ahhoz azért natív angol igen, kell. Igen, minden mondjuk, humor az, 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 az amerikai. Ez egy nagyon jelentős. Így van. Részben, Tehát, igen. hogy, hogy így, így nem működik. Tehát mondom, ez az egyetlen ilyen lehetőség, hogy így a művészfilm. Farvizén, ö, valaki valaki ö, kiszúr téged, és akkor, akkor fölkarol. De hát sokkal, f... tehát fiatalnak is kell lenni, és a színészekkel ugyanez nagyon nehéz. Tehát, hogy, hogy több magyar színész van, aki nagyon álmodozott, hogy, hogy, hogy bejöjjön neki, és karriert csinál Amerikába, beszűkíti a, a karakter lehetőségeket, hogy azért csak van akcentusuk, tehát kamarás Iván azért nagyon sokat volt kín és próbált, és mindig, mindig olyan karakterre hívták castingra, a, a, vagy orosz mafiózót kellett játszania, tehát hogy, hogy, hogy bekorlátozta az ő lehetőségeit, az, hogy azért az ő ő beszédén lehetett érezni, hogy nem, nem, nem eredeti. Világos. Apropó, casting, hogy Amerikában, ha jól tudom, azért sokkal elterjedtebb az, hogy talán az A-kategóriás színészeket leszámítva, nem tudom persze, hol lehet meghúzni ezt a határt, de hogy azért ott szinte minden filmre komoly casting van. Hát igen, de most már szerintem a magyar filmekre is szóval komoly van. casting van. tehát ez régen nem volt divat, tehát mondjuk az, uh -huh. az idős generáció nem nagyon érti, hogy miért, miért hívjuk castingra. Tehát, hogy Meg, igen. Nem minden. Most már azért ők is kezdenek hozzá edződni ez a dolghoz, és ezt meg kell érteni, hogy én nem kérdőjelezem meg az ő színészi tehetségét, de azt meg kell nézni, hogy az a fajta szerep, az hogy áll neki és azt azért egy castingon el lehet dönteni. Tehát, hogy ezzel nem megsértődni kell, hanem tudomásul venni. Biztos nem egy jó érzés, hogy ott versenybe vagy, de, de ez hozzátartozik Amerikában, is. mindenkit castingonak nem igaz, vagy az igaz, hogy, hogy ezeket az A, vagy inkább már A plusz kategóriás színészeket, tehát a Brad Pittet nem kell vinni castingra, vagy nem is, tehát ez nincs benne a levegőbe, hogy neki castingolni kéne. De ez tényleg csak azzal a néhány kiváltságossal van így, akik, akik egyértelműen... És a hát ez teljesen bevett gyakorlat. Be, a 30-40 renge, Rengeteg casting van ott, rengeteg. De most akkor Magyarországon is ehhez most már hozzászokott minden. Ma, így van, így van. Tehát az, az olyan természetességgel jön minden fiatal castingra, hogy... Ez nem gond. És uh, korábban egyszer hallottam arról, hogy volt egy nagyon érdekes forgatókönyv, valami NDK-s történet volt, amit ja. meg akartak csinálni Hollywoodban, de aztán nem csinálták meg, és aztán... Az, az, az Igen, hogy ez volt egy... pontosan? Mert az nagyon... Hát ez egy érdekes történet volt. Én éppen kim voltam Amerikába, így családostul egy pár hónapot ott eltölteni, és egy, egy egy kint élő magyar srác, ö, aki dolgozott az egyik, a Warner brothers az egyik ilyen stúdiójába, és, és kerestek egy no rendezőt, ami azért <laughs> fontos, mert olcsó. <laughs> ja, 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 világos aki, aki, zenés filmeket csinált. És akkor ez a srác, ez nagyon szerette a valami Amerikát, és fölhívott engem, hogy esetleg nem érdekelne egy ilyen zenés amerikai film. Hát dehogy nem érdekel, hogy nem érdekel, és nagyon érdekes volt, hogy én megkaptam a forgatókönyvet, és kiderült, hogy ez egy ndk filmnek a remake amit én láttam itthon a, nem is tudom milyen televízióba, egy börtönbe játszódik, egy női börtönbe, ahol a négy ö, börtön töltelék, csaj, egy együttes csinál, és, ö, és egy koncertet szerveznek, a férfi börtönnek, és ezen a koncerten elhatározzák, hogy meglépnek, és sikerül is nekik, és innentek ez egy ilyen road movie, üldözi őket a rendőrség, közben a négy lánynak a sorsát abszolút megértjük, és van benne egy szív igazából, és ami az érdekes, hogy mindeközben, közben az a rendőrség üldözi őket, ők az MTV segítségével iszonyú népszerűek lesznek, a slágerlistára felkerül a zenéjük, és, és akkor a, a nép a szurkol nekik, hogy ne kapják el őket, és akkor a, a végén elég drámai, az egyik meghal a másik túléli szóval egy ilyen... ilyen szóval egy én, ez, ez, tényleg tényleg ez egy nagyon jó, jó sztori. Tök jó sztori, és tök jó film volt, és mondom, az az ndk film is egész jó meg volt csinálva és iszonyan lett volna kedvem megcsinálni, és nagyon érdekes, hogy minden filmnek van egy ilyen história. És ez a film, ez akkor indult el, amikor ez a Sakátanya című film nagyon nagy siker volt, és Amerika nagyon így működik, hogy gyerekek, most azok a zenés filmek, amiben nők szerepelnek, nagyon nagy siker, akkor ilyet kell csinálni, és arra a kapta fára akarták ezt a filmet ráhozni, és akkor még a Joel Schumacher volt a rendező, aki egy nagyon nagy név, és a büdzséje 80 millió dollár volt, és uh. a Whitney Houston, és a mit tudom én, kik voltak a főszereplői. Uh -huh. És addig ment a, a forgatókönyv fejlesztés, míg, még, még ez a divat hullám ez elmúlt, és akkor már nem volt olyan érdekes a stúdiónak, és akkor de azért a, már annyi pénzt költöttek, hogy akkor csináljuk meg low budgetbe, és akkor levették azt hiszem 8 vagy 10 millió dollár a költségvetést, az összes sztárt kirakták belőle, kevésbé ismert zenészeket hoztak, és akkor kerestek hozzá egy olyan rendezőt, aki nem kér annyi pénzt, de azért tisztességesen meg tudja csinálni. Az együtt, és akkor én lettem volna ez, nem jött össze, mert De ugye... Egyszerne... akkor már kint voltál, -e és beszélgettél. Akkor már kint velük voltam, meg. beszélgettem, bemutatkoztam, megnézték a megnézték filmemet, a filmeket. Tehát, hogy, 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 hogy tök, jó, tök jól ment ez a dolog. Egyszer nem, nem tudta a stúdió elfogadni a forgatókönyvet, tehát, hogy, hogy nem, nem került olyan stádióba a forgatókönyv, hogy zöld utat adtak volna neki. Tehát pedig ez a mai napig nem készült Pedig ez, ha nem 80 millió, vagy hány dollárért, hanem 10 millióért, meg is. Ah, igen, igen. film lehetett volna, vagy hát, nem. Nekem is nagyon tetszett. Tehát, ez nagyon, nem, nagyon, nagyon sok jó film, szerintem így elkerül a sírjáztató. Hát és nagyon sok gyenge film meg Tehát ez egy... Most vissza a toxikómához. ha ezt az egész alkotási folyamatot, amiben, amint ugye benne voltál, vagy az utána levő a fogadtatást, hogy egy egy, 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 egy egy egységnek nézed. Mi a, melyik az a pont, vagy mi volt az a momentum, vagy bármi, amire úgy, amire úgy a legbüszkébb vagy, akár a filmmel kapcsolatosan? Hát ö... nem tudom, igazából ö... tényleg büszke vagyok a Toxikómára, mert nekem ez állati jó jött így a portfóliómba. Tehát, hogy én mindig a, 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 vígjáték rendező voltam, és már nagyon régóta vágytam egy, egy komoly filmre, és akkor ez a Toxicom ez így a utamba került, és, és azt éreztem, hogy na most ez egy olyan film, ahol, ahol azért bebizonyíthatom, hogy, hogy jó rendező vagyok, és most nem a vígjáték, bár ez ugye ez egy régi, régi dilemma, hogy, hogy mit könnyebb csinálni. Én most is azt mondom, hogy vigyátékot nehezebb csinálni szerintem, mint a drámát. De mindegy, ez most nem, nem, ide tartozó dolog. De hogy, 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 ez, ez nekem nagyon fontos film volt, egyrészt azért, mert ugye lelkileg is egy kicsit involválódva voltam ebbe a történetbe, és hogy nagyon szerettem volna Olyanná megcsinálni, hogy, hogy nagyon minőségi legyen, és hogy, hogy találjak rá megfelelő szereplőket, és hogy ezek a szereplők tényleg olyan jók legyenek. És, és ritka az, amikor egy rendező elkészül egy filmmel, és úgy nincsenek olyan pillanatok, amikor egy kicsit összezsugorodik a gyomra, hogy ja, ezt nem így kellett volna, és már ott a forgatáson is éreztem, nem tudom, és most nincsenek ilyen érzéseim, tehát ezt a filmet most így nagyon szeretem elejétől a végig. Persze igazából eltávolodni jó néhány év kell hozzá, majd valószínűleg, ha három év múlva megnézem, akkor nem biztos, hogy így gondolom, de most olyan, olyan, nagyon szeretett gyermekem ez a film. Gábor, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Jól éreztem magam. Nagyon örülök. Az a lényeg. Eszi.